Üdvözöllek ebben a videóban, én Erdély Nikolett vagyok, elengedés specialista, illetve facilitátor, és ebben a mai videóban szeretnék arról beszélni, hogy mi mindent tudunk tenni akkor, amikor csőstül jön a baj. No, hol is kezdjük? Először is, hogy meséljek el nektek egy történetet saját magamtól, aztán közben azt vettem észre, hogy egyre több ügyfelemnek hasonló problémái adódnak az utóbbi időben. Elkezdenek teremteni, kérdéseket feltenni, elkezdenek lassul alakulni a dolgok, aztán egyszer csak minden elromlik. Aztán amikor egy valami elromlott, akkor hirtelen elromlik még valami. Aztán jön egy másik rossz hír, és aztán egymást követik ezek a rossz hírek. Erre szoktuk mondani azt, vagy biztosan ti is sokat hallottátok, hogy hát a baj az csőstül jön. No, hát ez egy érdekes nézőpont. Az érdekes nézőpont az azt jelenti, hogy se nem értek egyet ezzel a gondolattal, de nem is állok neki ellen. Abban a pillanatban, hogy ellenállnék ennek a gondolatnak, ugyanúgy a valóságom részévé válna. Szóval ahhoz, hogy túl tud teremteni ezt a nézőpontot, ahhoz ki kell lépned ennek a valóságnak a korlátaiból, a korlátozásából, és minden alkalommal, amikor hallasz egy ilyen nézőpontot valakitől, akkor például használtad ezt a Class Access Consciousness eszközt, ami így hangzik, hogy érdekes nézőpont. Az érdekes nézőpont eszköze abban segít neked, hogy a megengedés terébe bele tudsz lépni, ahol minden valójában tényleg csak egy érdekes nézőpont lesz. Se nem jó, se nem rossz, nem akarsz vele semmit csinálni, olyan, mintha az áramlat része maradnál, de az áramlat maga nem tudna téged magával sodorni. Szóval mit tudunk még tenni az érdekes nézőpont eszközön kívül? Az én egyik kedvenc eszközöm ilyenkor az, hogy megállítom magam. Na jöjjön a saját történetem. Történt az a héten, hogy ügyvéd által kész kellett volna, hogy legyen néhány papírmunka, egy csomó dolog, amitől rengeteg új augusztusi projektem például függött, és egyszerűen nem akart megoldódni. Nem történt semmi, nem jött semmi hír az ügyvédtől, senkitől. És akkor elkezdtem ebbe így belemenni, gondolkodni, persze sok kérdést feltettem, aztán történt valami furiság még, kaptam még egy rossz hírt, és aztán utána az történt, hogy hazajöttem este 11-kor, és a mosogatógépből kifolyott a víz. És akkor mondtam, hogy úristen, kezd valami rossz lenni, akkor lefogyott a laptopom, és aztán fura dolgok kezdtek el történni egymás után sorra. No, de hát mit is tudunk ilyenkor tenni? Az egyik dolog az, hogy itt elcsíptem magamat azon, hogy van itt egy ilyen nézőpontom, hogy úristen, ne, elkezdtek elromlani a dolgok. És abban a pillanatban vettem azt észre, hogy mennyire automatikus, működési formám ez nekem, hogy amikor jön egy rossz dolog, akkor már rögtön kikövetkeztetem, hogy jön a következő rossz dolog. Úgyhogy abban a pillanatban megállítottam, és mondtam magamnak, hogy stop, ez csak egy érdekes nézőpont, hogy mostantól akkor mindennek el kell romlania, és én magam megállíthatom ezt a folyamatot. Szóval itt van két választásom. Belemegyek ebbe, hogy egyik után jön a másik probléma, és akkor lehet egy ilyen időszakom, amikor tényleg minden elromlik, ami pont egy évvel ezelőtt így történt. Elromlott a laptopom, aztán a telefonom, aztán beházott a lakásom, mire hazajöttem egy utazásról, és akkor csak így történtek ezek a dolgok. És biztosan tudjátok, veletek is megtörtént már, hogy aztán egyszer csak ezeknek a furi időszakoknak vége lesz valamilyen módon. De mi kellene ahhoz, hogy mostantól ezeket a helyzeteket is tudatosan kezeljük? Attól, hogy történik egy dolog, amiről az a nézőpontom, hogy ez rossz. Egyrészt ez nem feltétlenül rossz. Szóval föl tudod tenni azt a kérdést, amikor történik egy dolog, amiről azt gondolod, hogy rossz, hogy mi a jó ebben, amit nem vettem még észre, és aztán túlmehetsz ezen, ha megint jön egy rossz dolog, akkor megállíthatod ezt a folyamatot, és fölteheted azt a kérdést, hogy oké, mi egyéb lehetséges itt, amire még nem gondoltam. Mi van, ha ez nem az én valóságom, és mi az én valóságom? És ilyenkor kinek a valóságát éljük? Amikor azt következtetjük ki, hogy mindennek el kell romlania, és most aztán biztos csőstül jön a baj. Mi van, ha ez is csak egy érdekes nézőpont, és nem kell, hogy így legyen? Remélem, ezek az eszközök segítettek neked. Lehet, hogy magadra ismertél, lehet, hogy éppen ilyen helyzetben vagy te is. Szóval ezekkel a klassz eszközökkel meg tudod őket könnyedén választani.